A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Egy rendkívül érdekfeszítő beszélgetést láthattak az elmúlt héten Lévai Ferenccel, az Aranypont ZRT elnök vezérigazgatójával a halhelyzetről és sok minden másról. Most következzék a második rész. Sikerül-e megoldást találni a kormoránok, illetve a vadmadarak halpusztító tevékenységére? Az a problémánk, hogy az Európai Unióban éppen most volt kint a szarvasi kutatóintézet igazgatója, egy nagyon látványos előadást tartott, és most már nyugati kollégák, a dánok, a hollandok, a nagy madárvédőkkel együtt is oda jutottunk, hogy bizony a kormorán, mint olyan megoldhatatlan problémák egyikét jelenti az Unióban. Az Unió ezt egy nagyon, átpasszolta a problémát ilyen lazán. Azt mondta, hogy nemzeti hatáskörben mindenki azt csinál, amit akar, találják meg a védekezés pontjait, nem igényel központi beavatkozást. Ez csak annyiból rossz megoldás. Egyik fele persze jó, hiszen azt mondhatja a tagállam, hogy rendben van, hát akkor én nálam van évente 100 000 madár, akkor ennek a kilövésére engedélyt adok, és jó napot kívánok. Az a saját területét megvédi. De különböző országokban különböző erősségűek az zöld szervezetek. A madárakkal az a bajunk, hogy ezt látja mindenki. Szóval amikor valaki lát egy gyönyörű hófehér kócsagot, akkor nyilván nem tudja, hogy Magyarország 2,7%-a területileg az Uniónak, és nem tudja, hogy nálunk van az Európai Unió kócsagállományának 66%-a. Azt se tudja nyilvánvalóan, hogy ekkora tömeg madár. Azt nagyon nagy veszélyt jelent abból a szempontból, hogy van egy úgynevezett biológiai sokszínűség, amiben békának, gőtének, vízisiklónak, mocsári teknősnek, és mindennek van egy meghatározott helye. Amikor valamelyik faj túlszaporodik, akkor ez a faj szó szerint letarolja a környezetét, hiszen a fajoknak a alaptevékenysége az élelemszerzés. Ahol nincs élelem, onnan eltűnnek a fajok. Hiába védjük a velencei tavi nádasokat, ott egy madarat nem lát senki se. Ellenben, ha megnézi a dinyési halastavakat, ott százában nyüzsörnek, vagy akár végig lehet menni a sárgvíz völgyén, hol találunk a kis tavakon madarat. Hát elvétve egyet-egyet elemben meg lehet nézni nálunk egy hajnali fotózást, amikor mondjuk csak fekete gólyából 30 darab van. Nagyon szeretjük őket, gyönyörűek. Csak ugye a vonzerő az a táplálék, amit mi halként termelünk és nevelünk. Nem tudjuk azt elérni, hogy a természetvédelem nem madárba gondolkodjon. Amikor ezt mind elmondom, és elmondom, hogy miért nem gondolkodtok békába, a rendkívül hasznos és pozitív tagja a vízi életközösségnek. Miért hagyjátok, hogy a békát már porony korában 100 meg 100 kócsa kiszedje? Miért nem gondolkodunk abba, hogy amikor egy biodiverzitásban vadhajtások vannak, csak mondok egy példát, sírunk, hogy elkoptak az énekes madarak. Nem tudom, hányan láttak már kilométer hosszúságú seregélycsapatok. Amikor ezek megjelennek, nem tudom megbecsülni, mekkora madár, de utána nézek, hogy ez hány 100 000 madarat jelent. Úgy mennek, hogy amikor először láttam egy ilyet 4-5 éve, mi lehet ez? Messze voltak. Mi lehet ez? Mi ez a hullámzó, pulzáló tömeg, ami ilyen sötét barna foltként megy az ég alján? Távcsövet vettem elő, mert messze volt. Seregély. 100 és 100 000. Amit ez meglep. Legyen az gyümölcsös, legyen az kukorica, legyen az egy nádas. Ott mindent megeszik. Egyik oldal mondhatnák, hogy hasznos is, hogy rovat fogyasztanak. Csak a másik oldala az ennek, hogy az a rengeteg kis apró énekes madár, aki szintén abból él, csak nem ekkora a populáció dinamikája, nem ekkora a szaporodási rátával, hogy a három fiúkájának szedegeti és hozza a kis rovarokat, szedegeti össze a kukacokat, szedegeti össze a levéltetőt, és takarít, és a maga kis revérjében el van. Jön egy ilyen tatár horda, és mindent elsöpör a vidékről. Semmi nem maradott. És akkor ma már ott tartunk, hogy nem lehet a cseresznyefát megvédeni. Hát szívesen kiviszem a stábot, nézzétek meg a cseresznyét, van rajta két mázsa. Még körülbelül lesz rajta egy napig, vagy kettőig. Mert már az alja ott van vörösödve, szétveri. A cseresznyét megcsócsálja, megeszi, a medgyet eszi, a savanyú medgyet. Érik a savanyú medgyet, és leeszi a savanyú medgyet. A kiskertekben nem lehet megtartani a pirosodó gyümölcsöket, mert itt a víz környékén, itt éjszakádnak nálunk a nádasokba. Valamikor egy ilyen
fél négyzetkilométer nádas, az zizeg, ilyen annyi madár van benne, hogy elfeketedik az ég, amikor elrepülnek. Tehát amikor túlvédünk egy fajt, és azt hagyjuk, hogy ez a faj elfoglalja az életközösség nagy részét, akkor egy csomót kiszorítunk. Amikor a nagy kócsa túlszapódik, akkor a sejemgém, a törpegém, a düstökösgém, azok a kis apróságok, amik gyönyörűek és szépek, de félénkek, óvatosak, elhúzódnak, azokat kiszorítjuk az életterükre. Mindig az erősebb győz. Nem szabad hagyni, nem kéne hagyni. Jaj, ne bántsuk a madarat. És a békát kiszereti, és a vízisiklót kiszereti, és kiszereti a kis teknős békát. Amikor kell kifelé, aztán totyog a víz felé, aztán egyesével szedik föl. Ezeket nem szeretjük, csak azt, amit látunk, mert repül. Van egy lobby, ami csak annak ér, hogy a természetfotózás a madárról szól. Nézzél meg 20 képet, abból 18 az a madárról szól. Mennyi gyönyörűség és szépség van még a természetben a madáron kívül? Milyen szép egy gyönyörű szitakötő, az is a vízbe él, mint tegzes. Azt is kiszedegetik szépen. Sivatagokat csinálunk természetvédelem címén egy-egy élettérből, sivatagokat, amit letarol egy-egy madárpopuláció. És a kormorán ezek közül csak az egyik, ami a nagy károkat csinálja. Tavaly iszonyú károkat szenvedtünk el attól, az idén folytatódik az, attól, hogy leapadtak a tavaink. 60-70 centis vizekbe az egész tóba járgálhatott a madár, és folyamatosan piszkálta a halálományt, amelyiket nem védte meg. Ez a mi saját őshonosaink, a gázlómadaraink. Nem védte meg őket a másfél méteres víz, mert a természet bölcs volt, úgy alakultak ki a különböző táplálkozási zónák, hogy ezek a mi gázlómadaraink 30-40 centis vízbe tudtak garázdálkodni. Semmi baj, az ottani apró halakat, a haszontalanokat, a sebesülteket, a gyengébek, azokat kiszedegették szépen, így állt össze egy nagyon szép, egészséges alpopuláció. De az nem jó, hogy az egész tóban mindenütt csak madár van, és szerencsétlen, ha sehol nem tud megnyugodni, mindenütt zakadhatják, megfoghatják, megcsipkedhetik, és olyan stresszt jelent, ami visszahat a termelésünkre is. Azt kell tehát mondanom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, az új kormányba le fogunk majd ülni, mármint a Magyarországos Horgászszövetséggel karöltve, le fogunk majd ülni, és megpróbálunk ezen a természeti lobbin okosan a segítségüket kérjük, és a miénket szeretnénk felajánlani. El kell mondani nekik is, és elmondtuk. Hát európai védettségű. Az elefántokat, amikor mondjuk Zimbabvébe, csak mondtam egy számot, vagy Ugandába, vagy bármelyik nagy nemzeti parkban, mondjuk a Csábóba felszaporodnak Kenyába, akkor pontosan tudják az őrök, hogy miután naponta ennyi meg ennyi zöld tömegre van szüksége, ezen a területen már mindent letarolt, és most jönnek a parasztok kis kunyhói meg házai, illetve összetölték úgy azt a terület részt már, hogy nem magad, hogy akkor bevetik a katonaságot. És az egész elefánt csordát lemészárolják. Mert meg kell tartani az egészséges egyensúlyt. Kell a hely a gazellának, a törpeantilópnak, a varacskos disznónak, és összes többinek. És ha az ember egyszer beavatkozott, és az egyensúlyt mesterségesen eltolta, és nem működik már a természet sajátos egyensúlya, mert egyszer már elvágtuk ezt a szálat, akkor bizony ezt folytatni kell. Ez nem megy másképp. Egy csodálatos nemes fát képzeljünk el, ami a legjobb gyümölcsöt termi, addig, amíg szakszerűen metszed. Amíg nem hagyott, hogy elburjánozzon, amíg nem hagyott, hogy a vízhajtások elvigyék az erőt, amíg törődsz az, hogy a kártevők ne pusztítsák el, és odafigyelsz arra, mi az igénye a fának. Ilyen az ökológia is, ilyen a természet is. Ma már ember nélkül nem működik a természet. A vadállatok háziasodnak, elfoglaljuk az életterüket, és a vaddisznókat ugye mekkora fölháborodás, hogy kilőtték ott valakinek a szemelátára, valóban nem így kell, nem a városba kell vadászni a vaddisznókat. Miért engedtük be oda őket? Miért nem szabályoztuk időbe az állományukat? Miért vártuk meg addig, amíg a vírus szabályozta őket? És mondhatnánk 100 és 100 példát erre. Nem találjuk, olyan sebességgel fejlődünk, olyan sebességgel foglalunk el élettereket, olyan sebességgel pörgetjük az életünket, hogy egyszerűen a mellettünk lévő világot nem tudjuk értelmezni. Nem értjük meg a saját magunk hatásait. Legyen az műanyag szemét, vagy legyen az vadállatok beköltődése a városba, legyen az varjú probléma. Annyi vetési varjú, mint égen a csillag. Azok a józan paraszti eszű gondolkodások, amik mondjuk a 60-as évek voltak jellemzők.
ne úgy nosztalgiának higgyék, vagy a 70-es évekre. Az vészélyen megszűntek. Van a természetvédelmi, és ő majd megmondja, hogy mit szabad és mit nem. És ne süssük el a puskát, mert zavarjuk a fészkelő madarat. Zavarjuk, egy nyavaját zavarjuk. Meg tudom neked mutatni, hogy a óriási mennyiségű nyári dudat, azt nekem kell eltartanom, meg a parasztnak, akinek kizabálja a termését. A vetési varjú, aki a világon senkinek nem használ, a világon semmit se, csak minden mást agyonver az élettérbe, a kisfácántól kezdve, a kiszedett kukoricaszemet, vagy a holló. Nagyon szeretjük a hollót. Hála Istennek, hogy van holló. Tényleg csodálatos dolog. Mennyi az elég a hollóból, kérdezném tisztelettel, mert amikor láttam, hogy a frissen kikelt kisnyulat megtalálják a szántásba, azt nem tud elmenekülni sehova se. Aztán hárman agyonverik, és ott teszik meg helybe, az nem egy szívrengető élmény. Tehát az egyensúly, a mérték, az odafigyelés az adott kis természeti területre, az rendkívül fontos lenne. Eltűntek a mezővédő erdősávok. Ezzel utat, mert mindent csak méterbe és centiméterbe és támogatásra arányosan csinálunk meg. Micsoda butaságot csinálunk azzal, hogy nem hagyjuk meg a 12-16 méter széles valamikori erdősávokat középen a 6 méter széles úttal, mert be kell szántani, mert ahol a GPS belát, és ameddig van 5 centér, az már 100 méteren 50 centis, erre mennyi támogatással. A természetvédelemnek a gazdákkal együtt kéne azon gondolkodnia, hogy úgy termeljünk, úgy dolgozzunk, úgy éljünk a természetbe. Hiszen mi vagyunk itt, nem ők vannak itt. Ő az irodába ül, vagy a rangos telepjáróján mászkál a világba valahol. Nem érti a problémáinkat, mert nem együtt élünk. Együtt kéne élnünk velük. Együtt kéne élnünk. Én voltam Izraelben 30 évvel ezelőtt. A Golán felségnek a felügyelője egy magyarországi 56-os katonatiszt volt. Aki elmondta, hogy neki a legfontosabb dolga az, akkor már csippelt és jeladós farkasokat visszatelepítették, néhány párat megtaláltak, telepítették, és védi őket, az, hogy a Golán fennsíkon lévő birkatenyésztő népeknek meglegyen a termelési lehetőségük, és a farkasok is megéljenek. Nagyon megnézik, hogy fejleszik a telepeket. Ne legyen útjába sehol a farkas vándorlásnak. Megnézik, hogy a farkas mekkora károkat okoz, és ha nagy a kár, akkor a farkas létszámot kell csökkenteni. Az egyensúlyt kell folyamatosan megtalálni, mert az élet lényege az egyensúly. A fejlődés, a sokszínűség, a tegnapi ismeretek avulása az normális dolog. Ez az evolúció. Csak ebben az evolúciós sebességváltásba annyira fölkapcsoltunk, hogy nem tudjuk saját magunkat követni időnként. Hát nem hiszem, hogy ez a filozofálgatás ezt használra válik ennek a műsornak. Én abba is hagynám most. Sajnos azt kell mondjam, hogy a halastavakkal, nekem volt egy mondatom erre, akkor azt hittem, hogy kínomban mondtam csak ki, igen, ássuk a halászat urnáját. Nagy sóhajjal kérdezem, hogy ennek tükrében, amit az imént elmondott, hiszen itt egy olyan felsorolás történt, ami azt hiszem, hogy elgondolkodtat minden nézőt. Viszont a maha nagyon sokat tesz azért, hogy a halfogyasztás elinduljon fölfelé, tehát ívet kapjon. A Halra Magyar és a többi akció milyen sikerrel járt? Figyelnek-e az emberek most már, hogy azért térjünk vissza? Bár illúzió azt gondolni, hogy a minden pénteken együnk halat, az bejön, de sikertként könyvelik el mindez idáig. Igen, és ez a siker most kap léket, de ez nem csak ebben van így. Talán ennek a műsornak egy kicsit, hogy is mondjam, jobb hangulatomba kéne készülnie, mert azt látom, hogy a megemelkedő árak miatti halárak olyan magasságba értek el, hogy a tömegfogyasztás vissza fog esni. 1300-1500 forintos tóparti árról beszélünk, ez tavaly még csak 950 forint volt. Nem tudunk mit csinálni vele, hiszen ötszöröse áramdíjat fizetek én is, mint bármelyik más termelő. Ez az inflációs spirál, ami beindult, nagyon nagy akadálya annak, hogy az egészséges táplálkozás felé szorítsuk a lakosságot. A lakosság örülni fog egy fél éven belül, hogyha jól minőségű táplálkozással is bír, hiszen az emelkedő költségek jó része az pont, és a problémák jó része a mezőgazdaságba csapódik le. Ne beszéljünk a kenyérárakról, az összes többiről, hiszen mindenki értője és észrevé. Ebben az esetben egy olyan nem luxus, hanem egy olyan egészséges
ételfélesének, mint a hal, bizony hamar lekopik az étlapról. Én félek attól, hogy a lendületünk, ami egyébként, hála Istennek, nagyon jó volt, és a kampányok rengeteget számítottak, hogy a halfogyasztásra a figyelmet ráirányítsuk, ezek egy rétegnek lesznek majd a kiváltságosai, akik úgy táplálkoznak, hogy figyelnek a minőségre, figyelnek az életük minőségére, hiszen nem új dolog az, hogy az lesz, amit megeszel, ez nem kérdés. Agyonpermetezett 5 hét alatt főpumpált húst eszel, vagy agyonpermetezett zöldséget eszel, nyilván nem fog használni az egészségednek. És ugye én nyugodt szívvel mondom, hogy sokkal kevesebb gyógyszerre kellene költenünk, és sokkal több halra, azért ezt a gyakorlatban nem egészen így működik, amikor látja a kedves háziasszony, hogy teszem azt annak a halnak a kilója 1300 vagy 1500, vagy a boltban már 1700 forint, akkor ő számolgatni kezd, hogy mit lehetne ezért kapni, mert nem kerülne ennyibe. És nyilván nem gondolkodik abba, hogy ha nem táplálkozol egészségesen, akkor a szerveit fogják a kárát látni, te magad a legvégén, csak az egy kicsit lassabban jön elő, és nem olyan gyorsan, mint ahogy a váltás az élelmiszergazdaságban. Egy kicsit most azt hiszem, hogy ezt az évet túl kell élnie mindennek és minden ágazatnak, és talán majd újra lehet kezdeni azt a kampányt. Ami a mahat illeti, mi abban maradtunk, és ezt tartjuk is, hogy mindenek előtt a belföldi ellátás. A belföldi ellátásnak két nagy ága van. Az egyik az akvakultúrába termelt afrikai halcsár tömege, ami egy nagyon jó piacképes áru, konyhakészen kerül a piacra, elfogadott és jó termékké vált. Ennek nagyon örülünk. A másik a tógazdasági ponttermelés, ami három része szakad. Az egyik ága az megy a horgászvizekbe, kb. 5-6 ezer tonnányi az a halmennyiség, amit a horgászok azért vesznek meg, hogy a természetben már nem szapogodó fajokat utánpótolják és hódolhassanak a szenvedélyüknek, és körülbelül 3-4 ezer tonnányi megy el exportra, amit most korlátozunk abba az értelemben, hogy amíg mindenki nem kapta meg a belföldön a halát, addig az exportra megkértük a kollégáinkat, hogy addig ne adjuk el Romániának a halat, és ne adjuk el annak a itt sose vásárló szerbeknek éppen, mert most mindenkinek halhiánya van, mert a legfontosabb, hogy a kampány által biztosított életterünket, ahol halat szállíthatunk, azt egy kicsit tartsuk életben, ne hagyjuk azt, hogy ne legyen egy csárdának hala, ne hagyjuk, hogy ne legyen halászlé bárhol, ne hagyjuk, hogy a magyar hal ne legyen ott a pótokon és a piacokon, és hála Istennek ez meg is történik. Sajnos látni kell, hogy visszaesik a fogyasztás, látni kell. Ezek az árak kétségkívül oda vezetnek, hogy vissza fog esni a fogyasztás. És még így se terheltük rá, ahogy mások se, a teljes mennyiségét a költségeiknek az élelmiszer árakra. Ha most egy kicsit gonoszkodnák, azt mondanám, hogy egy kicsit lehetne önmérséklőbb a kereskedelem is. Meg azok a hasznak, azok változatlanul vagyok. Ha kevés a hal, ha sok a hal, ha olcsón vagyok, ha drágán, a kereskedelem használat bizony lényegesen több, szinte minden áruciknél, mint magának a termelőnek a haszna. Erre mondhatnám mindenki, hogy miért nem kereskedsz te is, hallottam már ezt egy párszor, de hát ez egy másik szakma és másik irány, és bennünk halászokba is sokkal inkább a termelő ember veszett el, vagy maradt meg, mint a kereskedő ember, pedig mind a kettő rendkívül fontos. Én nagyon hiszek abba, hogy ez a világ változni fog, talán egy kicsit jobb paszba is lesz majd a halászat. Akár a éghajlati tényezőket illetően, akár a támogatási rendszert, akár pedig a morális pozícióját illetően, és biztos vagyok abban, hogy ez a mostani kicsit beszakadt állapot a tógazdaságoknál, ez talán jövőre, vagy egy-két éven belül helyreáll, és nem abban gondolkodnak a kollégáim, hogy most akkor legelő legyen benne a húsmarháknak az én volt halastavamba, vagy lucernát vesek, vagy kukoricát, hanem abban, hogy nézzük meg, hogy tudnánk a vizet takarékosabban bánni, hogy tudnánk az egymás alatt lévő tavakat úgy föltölteni, hogy nem engedjük el a vizét, hanem megtartjuk, mert a legfontosabbnak még ma is azt tartom a termelés egyik óriási nagy előnyének, hogy megtartja a vizet, nem használja el. Ha egy vizet kilogyol a kukoricára, akkor az hasznosul majd nekem a növénybe, de a víz maga elveszett. A hal olyan élettérbe él, ami ahol semmilyen kárt nem csinál, javítja a minőségét a víznek, és megmaradt a víz, mint olyan. És higgyék el, hogy olyan kincsé fog válni a belvíz, olyan kincsé válik a napi víz, hogy azt nem is gondoltuk volna soha, ha ez az időjárási anomália és ez a csapadék viszonyok így maradnak, és ebbe a halászatnak a szerepe az, hogy tartsa meg a halastó területeket, hiszen ahogy mondtam már volt, 300-350 millió köbméternyi felhasznált vízzel megtartott, itt tartott vízzel, azzal gazdálkodik ez az ágazat,
az öntözés az ennek a harmadát se éri el, amit öntözővízként használunk fel. A víz hasznosságát illetően és mindenféle hasznainak a társadalmi fontosságát illetően nem lehet pótolni a halastavakat. Egy hektár halastó, meg egy hektár szántó az nem ugyanaz. Amiből egyszer szántó lesz, abból már soha többet nem lesz halastó, és ez a fantasztikus biodiverzitás, az a óriási élet tömeg, ami egy ilyen víztérben van, az egy szántóföldön nem maradhat meg, hiszen az első gombára már permetezünk, az első rovart már megöljük, az első gyomot már lecedáljuk, mert nekünk kukorica kell. Hát ez nálunk nem így van, csak ezt nem tudjuk elfogadtatni, és nem tudjuk megértetni az emberekkel, vagy azokkal a lobbistákkal, akik segíthetnének a mi helyzetünkön politikai szinten, vagy gazdasági szinten. Hát azoknak kéne egy kicsit ezt talán majd egy szabad egyetemen előadni, hogy mit is jelent a víz az ember számára azon kívül, hogy folyik és mostunk benne. A Jancsár kertben a termelői és biopiacon jártunk, most nézzünk körül Schulz Györggyel. Most az ukrán-orosz háború, illetve a szélsőséges időjárás, ami hála Istennek elmúlt, mert azért most már májusban az eső kivételével minden rendben van, hogy állunk. Nézzünk körül itt a piacon, paprika és paradicsom, én azt látom, hogy meglehetősen magasak az árak, ugyanakkor a minőség fantasztikus. Igen, és pont ez a két termék az, ahol relatív jelentősebb áremelkedésről vagy áremelésről lehet beszélni. A többi tekintetében azt lehet mondani, hogy szinte a tavalyi árszint körül mozognak a zöldségárak. A paprika paradicsom esetében ugye még vissza kell nyúlni még a január-februári időszakra, amikor elkezdődtek a palántázások, amikor elég energiaigényes volt a palántáknak a felnevelése, akkor műtrágyák, tápszerek árai emelkedtek közben, és akkor mindezek vezethettek el oda, hogy ebben a két termékcsoportban valóban jelentősebbek az árak, viszont van megfelelő választék, már többfajta paradicsommal lehet találkozni, és a kínálat minőség abszolút kielégítő. A gazdák arról számoltak be, hogy a sárga barack és az őszi barack is veszélybe került az idén. Ez hogy mutatkozik meg itt a piacon? Hát egyelőre csak híreket hallunk a fák a virágzásról, illetve a leendő termésről, de én nem hallottam vészjeleket a gazdák részéről, inkább azt hallottam, hogy inkább mindenki bizakodó ebben a tekintetben. Talán most úgy fordult, hogy talán jó termés van kilátásban, így a baracból, sárga baracból, baracból. Nálunk még nem jelent meg a piacon, importtermékekkel ugye nem foglalkozunk, éppen ezért csak ezeket az előjelzéseket hallottam, például Soponya vidékéről, hogy még bizakodóak teljesen az idei terméskilátásokat, illetően a cseresznyire vonatkozóan ugyancsak ezt mondták, hogy jók a kilátások. Ugyanakkor, ha körülnézünk, rengeteg epret láttunk, és azt hiszem ez nagyon jó hír. Igen, sok termelő árusít epret, és ez nagyon jó, mert az árakat kordában tartja és lenyomja. Ugye ez nálunk a piacra abszolút jellemző, hogy nem csak zöldségből, gyümölcsből, hanem sajtból vagy tejtermékekből. Szintén jellemző az, hogy legalább 6-7-en árusítják ugyanazokat a termékeket, tehát egy önszabályozó árrendszer alakul ki természetesen a piacon ebben a tekintetben. Amúgy is azt lehet látni, például az eper vonatkozásában, hogy eléggé visszafogottak, tehát kezelhetőek ezek az árak, 2000 forint, 2200 forintért lehet már az eper, jó minőségű eper kilóját megvásárolni. Nagyon fontos kérdés az időjárás. Ugye jó néhány nagy panaszkodott arról, hogy az időjárás mellett, tehát hogy kevés volt az eső, problémát okozott az is, hogy az olajárak, illetve a műtrágyárak felmentek. Ez miként van hatással azokra a termékekre, péksüteményekre, stb., amelyek búzából készülnek? Hát igen, észrevehető az, hogy mindezek hatására egy 10-15%-os általánosan jellemezhető áremelkedés azért megfigyelhető a piacon. De
az okozó tényezők között, amiket szerkesztő úr említett, még mindenképpen kihangsúlyoznám a munkaerőhiányt, főleg a kertészetben és a zöldségtermesztésben, vagy a gyümölcsösökben. Szóval nagyon érzékelhető az, hogy nincs meg az a munkaerő, aki ezeket a munkákat elvégzi, és emiatt hallani az, hogy például a kertészetekben, zöldségtermelésben néhányan visszaléptek akár a megtermelt mennyiséget illetően, a fóliasátrak számát illetően, és kevesebbet termelnek, vagy teljesen feladták például valamilyen termékeknek a termelését. Egyszerűen nagyon jelentős a létszámhiány. Úgy az átlag életkor is, illetve hát az idősek aránya a kertészeken belül is eléggé magas. Náluk ez még külön gondot jelent, hogyha egyszerűen egészséggel már nem bírják, és nincsenek segítő munkások, nincsenek fiatalok a saját gazdaságukban, akkor kénytelenek csökkenteni a mennyiséget. De ez abszolút nem látszódik meg a piacon még, vagy a piacokon. Semmiféle mennyiségi probléma és választéki probléma nincsen még jelenleg. Van, aki azt mondja, hogy majd a befizetési időszakban vagy ősszel térjünk vissza erre a témára, már pesszimistábbak ebben a tekintetben arra az időszakra vonatkozóan. Nagyon sok palántát is látunk itt. Milyen árkategóriában vannak az elmúlt esztendőkhöz mérten? Valóban nagyon gazdag a palánta választék. Sok több termelőnk van, akik teljesen profi szinten foglalkoznak a palánta termesztéssel. Az elmondásuk szerint mintegy 10-15%-kal emelkedtek a palánta árak az előző évhez viszonyítva. Különösen tekintetében kiemelem, hogy nagyon jelentős a választék és a kínálat. Kétségtelen tény, hogy az energiárak, a fűtés, van, aki gázzal fűt, ezek mind szállítási költségek emelkedése, ezek mind ezt a 10-15%-ban közrejátszanak. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy enyhe áremelkedés van, ugyanakkor minden kapható. Valóban így van. Teljesen az árszinten nincs semmi robbanásszerű áremelkedés, talán kivéve talán a paprikát, paradicsomot, jelentősebb itt az áremelkedés, egy 30% körüli, 30-40% körüli, de teljesen nyugodt a piac, és a megszokott kínálattal, választékkal, mennyiséggel lehet találkozni. Még egy fontos kérdés, felvetődött a piac bővítése, hol tart most ez a projekt? Felgyorsultak az előkészületek, a tulajdonos, a magyar tulajdonos úgy döntött, hogy a vásárlók kiszolgálásának a kényelme érdekében újabb területet vásárol ez a meglevő piac területhez, és így sikerült egy újabb 2200 négyzetméterrel a parkolóhelyet bővíteni. Most ennek a realizálása, a szerződéskötés, a pénzügyek teljesítése folyik, tehát most már elmondható, hogy több mint 9000 négyzetméter áll a tulajdonos rendelkezésére, hogy a piaccsarnok felújítását, illetve a saját áruházának, az Ecofamily áruháznak a felépítését ezen a területen nagyon magas színvonalon, magyar tulajdonosi háttérrel, magyar tőkéből, magyar kivitelezőkkel megvalósítsa. A kiviteli tervek lassan elkészülnek, tehát egy jövő évi átadás és egy idei beruházás, kivitelezés kezdés mindenképpen reálisnak tűnik. De határozott célunk az, hogy egyetlen egy szombatot se hagyjunk ki a termelői piac tekintetében, tehát megtaláljuk a módját, hogy egy kapcsolódó területen minden szombaton ugyanezzel a kínálattal, választékkal várjuk majd a vásárlókat ebben az átmeneti időszakban, amíg a beruházás tart. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket az Agrárinfóval. Jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt találkozhatnak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.